Önök az Emplén Televízió hétfő esti híradóját látják. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Legfontosabb híreinkkel kezdünk. Csarnok átadással ünnepelték a stratégiai megállapodást a Sátoraljaújhelyi Öntödei Kft. És a magyar kormány között. Bodrog közt felé jó úton, elkészült a Vajdácskai út felújítása. Ismét közösen. Több százan az adventi gyertyagyújtáson Sárospatakon. Az állam és a Sátoraljaújhelyi Preckaszt Öntödei Kft. Közötti stratégiai megállapodást jelentett be Szijjártó Péter külügyi államtitkár a cég legújabb logisztikai csarnokának átadóján. A politikus kiemelte, az országban kiemelt cél, hogy hazánk Európa termelési központja legyen. Ebben pedig az autóipari beszállító vállalatok kulcsszerepet játszanak. A csarnok átadón Hörcsik Rihár országgyűlési képviselő azt hangsúlyozta, a német tulajdonú cég bővítése egyet jelent a munkahelyteremtéssel, amely az egyik legfontosabb ebben a térségben. Az autóipari cégek fellendülése érezhető hatással van a magyarországi nagybeszállító vállalatokra is. Ennek erősítésére a kormány minden támogatást megad a Preckasthoz hasonló alkatrészgyártó vállalatoknak, hangsúlyozta Szijjártó Péter, külügyi és külgazdasági államtitkár, az Öntödei Kft. Legújabb logisztikai csarnokának átadóján. Ezért is hívtuk fel a Magyarországon működő nagy autógyárak figyelmét a Preckasztra. Akkor múltkor itt voltam, azután mind az Audi, mind a Mercedes vezetőivel felvettem a kapcsolatot és figyelmükbe ajánlottam az itteni termékeket. Úgy tudom, hogy itt valami fajta előrehaladás történt is. A szükséges infrastruktúrális beruházásokat el fogjuk végezni megfelelő menetrendben, illetőleg arra utasítottam a Nemzeti Külgazdasági Hivatal, a HITA elnökhelyettesét, aki a beruházás ösztönzéssel foglalkozik, hogy ma haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a cég vezetőivel, hogy a lehetséges további beruházások állami támogatásáról egyeztessenek. A Preckaszt, mint a térség egyik legnagyobb munkáltatója, fontos lépést tett annak érdekében, hogy bővítse piaci részesedését. Ezzel pedig nem csak egy jelentős technológiai fejlődést hoz Zemplénbe, hanem munkahelyeket is teremt. Éppen ezért fontos ez a stratégiai megállapodás, emelte ki az átadón Hörcsik Rihárd országgyűlési képviselő. Nem csak a 21. századi technológia érkezik ide új helybe, amivel részesei leszünk annak a Európának, ahol igenis meghatározó szava van a magyar beszállítóknak a gépkocsiiparban, hanem új munkahelyeket teremt, és számunkra ez a fontos, olyan munkahelyeket, elsősorban fiataloknak, akik itt ragasztják a családokat, tehát nem elvándorlás, hanem inkább idejöjjenek más területekről, akár Szlovákiából is, vagy más vidékekről. A város polgármestere szerint a vállalat további fejlesztése, amely egy új gyártócsarnok megépítését is jelenti, számos hozadékkal jár. Ilyen például a térség úthálózatának javítása, amely nem csak az itt élőknek, de az itt működő gyáraknak is fontos. Valóban egy nagyipari fejlesztés azt is magával hozza, hogy a 37-es utat fel kell újítani, mert a beszállító azt kéri, hogy a kamionok úgy szállítsák az alkatrészeket, hogy az árut, hogy abban sérülésnek keletkezzen. Természetesen ez megnöveli a lehetőségét annak is, hogy a nagy elkerülő út megépüljön Sátoraljaújhelyben, mert hogy szintén a áruszállítás miatt ez fontosnak tűnik. Ebben az esztendőben 100 új alkalmazottat tudott felvenni a cég. A kormányzati támogatással és piaci helyzetük javulásával újabb gyártócsarnokot tudunk beüzemelni, amelynek egyik fontos lépése volt a most átadott logisztikai csarnok, emelte ki az átadón Wilhelm Rambold, az Öntödei Kft. Tulajdonosa. Wir haben bereits in diesem Jahr mit Beginn der Investition ja auch die bestehenden meglévő gyártó helyeinken ez évben már 100 új munkahelyet teremtettünk, ezzel teljesen tele is lettünk. Ez az új beruházás is szükséges ahhoz, hogy 2014 évben további 100 új munkahelyet tudjunk biztosítani új munkavállalók részére. 15 und 2016 wird sich die Firma was Arbeitsplätze zusätzlich betrifft deutlich erweitern. Az új csarnokot rekordgyorsasággal mintegy fél év alatt építették meg, amelyhez a tervezők, a kivitelezők és a hatóságok közös munkája kellett. Besorolása szerint mellékút fontossága miatt a Bodrog köz egyik főútja a Vajdácskai, amelyet 5,3 kilométeres hosszban tudtak felújítani. A beruházás hivatalos átadó ünnepségén elhangzott,
Idén mintegy 87 km országos közúthálózat felújítása történt meg a megyében, és külön keretből a 37-es főút rendbetétele is nagy részben már megvalósult. Az átadón a térség országgyűlési képviselője azt is elmondta, 4 milliárd forintra lesz szükség a jövőben a Cigánd-Sárospatak közötti út felújítására. Elkészült és hivatalosan is átadták a 3805-ös jelű utat Zemplénben. A Sárospatak Alsó-Berecki közötti szakaszról van szó, amelyet a Vajdácskai útként emlegetünk. Ez volt az egyik legrosszabb a térségben. Uniós és hazai források bevonásával készült el, nem csak ez a megyében. Nem is emlékszem, hogy mikor volt ilyen mérvű útfelújítás a megyében, mint ezen az éven. Ezt mondta az idei országos útfelújítási program keretében elkészült útfelújításokról a Magyar Közút megyei igazgatója. Összesen 86,6 kilométernyi szakasz rendbetételére nyertek pénzt, ezzel a több tíz éves már leromlott és magas karbantartási költséggel üzemeltethető utakat tették rendbe. A vajdácskai 5,3 kilométeres út nagy jelentőséggel bír a községben élők számára. Településük számára nagyon fontos volt, hogy végre elkészüljön ez az útszakasz. 1300 fős településből viszonylag sokan járnak Sárospatakra dolgozni, illetve iskolába, úgyhogy mindenképpen nagyon-nagyon nagy segítség nekünk, és szeretnénk is köszönetet mondani ezért, hogy végre sikerült ezt az útszakaszt befejezni. Erre mondják, hogy a térségi elérhetőség javítása a cél, mely megvalósult ez esetben is. A kivitelezés során figyelembe vették a helyi adottságokat is, a csapadék mennyiséget és a talajszerkezetet. Pályaszerkezetet feldarálva, ahhoz különböző anyagokat, cementet, követ adva egy új útalap jön létre, és erre készült volna az aszfalt burkolat, ami a tervezési adatok alapján elégségesnek is látszott, de ugye itt a tavasszal olyan jelentős csapadék volt, hogy egyszer nem lehetett elérni azt a teherbírást a remix rétegen, és egy további CKT cementes kötőréteget kellett még erre teríteni, és így megfelelő teherbírás lett, amire tudtuk az aszfaltokat tenni. Az útfelújítások jogos igényei a polgároknak. Tervezés és forráskeresés után kezdhetnek neki, a Vajdácskai úttal már a Bodrog köz is jól elérhető, bár a cél a Cigándi út teljes felújítása, mondta Hörcsik Rihárd. Bodrog köznek két fontos ütőere van közlekedési szempontból. Az egyik itt megy Vajdácskán keresztül, és mivel még a Cigánd-Sárospatak útvonal nincs felújítva, illetve a tervezése ugyan befejeződött, de a források előkerítése bizonyos időt vesz igénybe, tehát addig a forgalomnak a nagyobb része itt fog zajlani. És azért volt fontos, hogy legalább egy ütőeren keresztül, úgymond, nyugodtabban lehessen közlekedni, tehát balesetmentesen lehessen közlekedni. A parlamenti képviselő azt mondta, a Cigánd-Sárospatak közötti út felújítása mintegy 4 milliárdos költséget jelent, melynek előteremtése a következő hónapok egyik kiemelt feladata lesz. Több száz fő vett részt ezúttal is a közös adventi programon a Makovec téren. Sárospatakon ezúttal a középiskolások adtak ünnepi műsort versekkel, dalokkal. Most vasárnap a civilek és vállalkozók lesznek a program házigazdái, de szilveszter éjjelére is kínálnak kulturális programokat az érdeklődőknek. Ismét megtelt a Makovec tér Sárospatakon. Családok, baráti társaságok érkeztek a térre, hogy közösen vegyenek részt az adventi koszorún található harmadik gyertya meggyújtásán. A várakozás időszaka egyházi esemény, azonban a helyi önkormányzat úgy érezte, a történelmi egyházak képviselőivel egyeztetve közösségi esemény kovácsolnak belőle a lakosság érdekében. Az egyházi vezetők javaslata alapján az első alkalommal az óvodások gyönyörű szép műsorral kedveskedtek, a második alkalommal az általános iskolások adtak egy kis műsort és gyújtották meg a második gyertyát, a mai nap a középiskolásoké. A középiskolások és felkészítő tanáraik fogják a műsort adni. A műsor során a középiskolások verset mondtak, énekeltek, közösen adtak elő műsort a megjelenteknek. Az oktatási intézmények képviseletében a református gimnázium igazgató helyettese szólt. Kívánom és kívánjuk együtt az iskolák vezetői nevében, hogy mindnyájan, akik most itt vagyunk, karácsony ünnepén tapasztaljuk meg Isten csodálatos tetteit és dolgait, lássuk meg és lássuk be, hogy valóban mindannyiunknak szükségünk van arra az Istenre, aki így szeretett,
hogy egyszülött fiátottal értünk. A köszöntő gondolat után meggyújtották a harmadik gyertyát is a város közös adventi koszorúján. Ezúttal is sokan vitték haza a lángot, a szeretetet. A karácsony bizony meg közel van, de még lesz alkalom a találkozásra most vasárnap. Várunk mindenkit szeretettel a negyedik adventi gyertya meggyújtására, amikor is a városi civil szervezetek, egyesületek, vállalkozások fogják a műsort adni és gyújtják meg a negyedik gyertyát. Ezzel a közös adventi programok a Makovesz téren véget érnek majd, de a polgármester emlékeztetett, idén városi szilvesztert is tartanak majd, melyen helyi zenekarok játszanak éjfélig, amikor is tűzijáték következik, hajnalig pedig egy lemezlovas szolgáltatja a talpalá valót 2014 első óráiban Sárospatakon. Idén is bővült Sátoraljaújhelyben a karácsonyi díszvilágítás. A díszítő elemeket olyan helyen szerelték fel, ahol eddig még nem volt, azaz az Árpád utcában. Az új motívumokat egy szolgáltató felajánlásának köszönhetően tudták elkészíteni a Városellátó Szervezet munkatársai. Az önkormányzat a díszkivilágítással szeretne hozzájárulni a városban élők ünnepi hangulatához. Ünnepi fénybe öltözött Sátoraljaújhely. Az önkormányzat minden évben próbálja bővíteni a karácsonyi díszkivilágítások számát a városban. Tavaly új motívumokkal egészítették ki a Vasvári Pál utcán a meglévő díszfényeket, idén pedig négy új elemet sikerült készíteni, melyek az Árpád utcán kaptak helyet. Mikola Tibor azt mondta, szépnek találja a város kivilágítását, és örül annak, hogy évről évre egyre több díszítő elemet helyeznek ki. Szükség van rá, már csak azért is, hogy fejlődik a város. Lehet látni azt, hogy az önkormányzat tesz valamit azért, hogy a fejlődés legyen. Idén egy szolgáltató felajánlásának köszönhetően sikerült növelni a díszítő elemek számát a városban. A motívumok elkészítésében pedig a Városellátó Szervezet munkatársai nyújtottak segítséget. Ők készítették el műhelyükben azokat az alapokat, melyek az oszlopokra felkerültek és karácsonyi hangulatot varázsolnak az Árpád utcában. Úgy gondolom, hogy ezt a folyamatot minden éven próbáljuk tovább bővíteni, és úgy gondolom, hogy most már szinte majdnem minden lakótelepen élők is kaphatnak ebből a meghitt hangulatból, amivel így próbáljuk az itt élőknek a karácsonyi hangulatát is ezáltal fokozni. A Dózsa György utcán eddig is voltak díszvények, de a korábbiaktól eltérő motívum díszíti most a város ezen részét, de a tervek között szerepel egy fényfűzér kihelyezése a Károlyi lakótelepre is. Szabó Magda Abigail című darabja volt a Sárospataki Színházi évad utolsó darabja a Művelődésháza is könyvtárában. A műből Bánfalvi Ági és Szikora János készített két felvonásos színpadi adaptációt, amelyet a Bánfalvi Ági International Studio előadásában láthattak az érdeklődők. A darabban olyan neves színészek léptek színpadra, mint Harmat Imre, Hújbel Ferenc vagy Bánfalvi Ági. Itt vannak a nyugták és a rendtartás egy példánya, mely Eperctől kezdve a gyermekre is kötelező. Mi 5 percen belül hivatalosak vagyunk a polgármester nevédre. Be akar mutatni velünket az új városparancsnoknak. Tudod, a polgári kézdelem most mindent előtt. Ilyen időket élünk. Az Abigail egy olyan regény, amit a magyar olvasók nagyon jól ismernek. 1978-ban TV-film sorozat készült belőle, majd napjainkban musical, most pedig Bánfalvi Ági és Szikora János színpadi adaptációt készített belőle. Nagy sikerrel játsszák országszerte. Sárospatakon a Művelődésháza és Könyvtárának színházterme is megtelt az előadás idejére. A darab a frissesség mellett a lehető legnagyobb hűségre törekedett, és olyan szellemiségben mutatja be a Matula Leánynevelő Intézet növendékeinek és tanárainak II. Világháború alatt játszódó történetét, ahogyan a Szabó Magda megálmodta és megírta. Mindenféleképpen a hűségét szeretük megtartani, szeretük volna megtartani, amit úgy gondolom meg is tartottunk. Szabó Magda, amit leírt, tehát hűen hozzá, amit ő gondolt, vagy ő képzelt a regényben. De hát nyilvánvalóan egy színházi estébe két felvonásban nem lehet mindent belepréselni, de mégis megvan a lineáris története, de színeztük frissebb elemekkel. A darab egyik főszereplőit, Vitai Georginát, Bugár Anna formálta meg a színpadon.
Gina szerepe egy energikus, lázadó lány, melyet Anna tökéletesen formált meg, és sok közöset vélt felfedezni önmaga és a szerepe között. Csak a saját tapasztalataimból tudok kiindulni, és csak a saját érzelemvilágomból. Tehát tulajdonképpen igen, nagyon sok közös van bennünk, mesztelenre tudok vetkőzni ebben a szerepben, képletesen szólva, tehát lelkileg abszolút. A szerelmi vonal, a család, a lányok, tehát hogy ha egy fiatal lány bekerül egy új közösségbe, most is bárhol egy iskolába bedobnak, akkor valószínűleg, nagy valószínűséggel így fog reagálni bárki. Bánfalvi Ági és Szikora János adaptációja Sárospatakon is nagy sikert aratott. Ezzel a darabbal fejeződött be az őszi színházi bérletes évad, a Művelődésháza és Könyvtára tavasszal tervezi a következő évad indítását. A következő tanévben indított osztályokhoz több új képzési formát kínál a Kossuth Lajos Gimnázium és Szakközépiskola. A gimnáziumi tagozaton az emelt óraszámú sportosztályt és mozgóképkultúra és médiaismereti képzést is bevezet az iskola. A szakközépiskola kínálata szintén bővül, az idegenforgalom és az ápolóképzés mellé szociális szakgondozói szakot is tervez az intézmény. Hosszan sorolta a gimnázium lehetőségeit és az új tervezett szakok tudnivalóit a Kossuth Lajos Gimnázium igazgatója az iskola nyílt napján. Az intézmény több új képzési formát kíván bevezetni a jövő tanévben. Az emelt informatikai és nyelvtagozat mellé köznevelési célú sportosztályt és mozgókép és médiaismereti képzést is szeretnének indítani. Különböző sportágakkal kell megismerkedni ők, és elméletet is fognak tanulni. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan érdekesség és olyan fajta képzés, ami esetleg fel tudja őket készíteni a felsőoktatásban való részvételre, vagy pedig az olyan pályákra, ahol a testnevelés, mint alkalmassági feltétel szóba jön. A szakiskolai képzésben is újításokat terveznek. A már meglévő idegenforgalmi képzés mellett az egészségügyi szakirányon belül új képzést indítanak, ez pedig a szociális gondozói szak. Mindhárom képzési forma esetében 4+2 év alatt szerezhetnek szakmát a fiatalok. Általában igaz a szakközépiskolai képzéseinkre, hogy 4 évesek, amelyek 1 év szakképző évfolyammal egészülnek ki, tehát most az új rendszerben 5 év alatt juthatnak érettségihez és szakmához a hozzánk jövő gyerekek ezekben a képzésekben. Az iskola idén sem tart felvételit, a tanulmányi eredmények átlagai alapján kerülhetnek be a most 8-os diákok a Kossuth Lajos Gimnázium és Szakközépiskolába. Az előregedő falvakban egyre nagyobb igény van olyan intézményekre, amelyek közösségi térként szolgálnak a többnyire egyedül élő időseknek. Vívitányban pedig az Európai Unió és a Magyar Állam segítségével most már van egy ilyen, hangzott el a felújított idősek klubjának átadásán. A hegyközi településen az Észak-Magyarországi operatív program részeként mintegy 57 millió forintból egy modern nappali ellátót alakítottak ki a régi faluházból. Köszöntünk most minden időset, ki élhet ebben a helységben. Csendes békességben adjon nekik az Úr nagyon szép öregkort, hozzá jó egészséget, mert ez csak úgy jó. A vívitányi gyerekek is műsorral kedveskedtek az öregeknek a felújított idősek klubja átadásán. A faluban nagy az igény az intézményre, a településen élők többsége nyugdíjas. A felújított épületet örömmel vették birtokba az idősek. Eddig nem volt vagy 5 vagy 6 helyiség, most meg azért 14 helyiség van, és az nem mindegy, hogy milyen állapotú és milyen felszereltségű. Mert azért szeretjük mi is a szépet, ha ebben a kis faluban élünk is. Az épületre rá sem lehet ismerni. Hőszigetelték és teljesen akadálymentesítették, új közösségi tereket alakítottak ki benne, új a tető, a nyílászárók. Emellett egy napkollektorral támogatott fűtési rendszert építettek be az ingatlanba. A település önkormányzata az Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program részeként az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával mintegy 57 millió forintból újítatta fel az idősek klubját. Sikerült
sikerült egy olyan épületet építenünk, amelynek minden részét ki tudjuk használni, külön van társalkodó termünk, külön van étkező termünk, külön vannak irodák, mozgáskorlátozott WC-nk, mozgáskorlátozott parkoló. Hatalmas igény volt eddig erre a településen. A program részeként a szociális étkeztetés biztosításához a település vásárolt egy személygépkocsit, valamint informatikai eszközöket is, amelyek a napi munkát segítik. Az idősek számára alaposan átgondolt ütemterv szerint változatos programokat kínálnak a klubban. Kulturális, szellemi szórakoztató, fizikai foglalkozások zajlanak, ezek mindig, ahogy az előbb említettem, előre meg vannak hirdetve, és akár egy kézműves jellegű foglalkozás, akár egy felolvasás, akár egy bibliaóra, akár egy csigatészta készítés, vagy csak egy filmvetítés, nagyon népszerű az idősek körében. Az időseket a térség országgyűlési képviselője is köszöntötte a klub átadásán. Hörcsik Richárd hangsúlyozta, az Európai Unió és a Magyar Állam fontosnak tartja, hogy olyan programokat is támogasson, amelyek a nyugdíjasok jólétét szolgálják. Nagyon sok idős egyedül él, hogy legyen egy közösség. Nem mindegy, hogy a közösségnek egy faluban van-e európai színvonalú lehetősége, hogy összejöjjenek, fűtött meleg helyen legyenek programok. Tehát az idősekkel foglalkozni kell, mert mi fiatalabb generáció adósai vagyunk az időseknek. Vívitány szeptemberben csatlakozott a Hegyközi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény fenntartó társuláshoz, amelynek köszönhetően jelentősen több forrásból gazdálkodhatnak. A tervek szerint a többlettámogatást az új idősek klubja továbbfejlesztésére fogja fordítani az intézmény. 102 éves korában elhunyt Lauber Józsefné Sárospatakváros legidősebb lakosa. A szeretett anya, nagymama, déd és üknagymama előtt tiszteleg a város lakossága és az általa is alapított József Falvár Egyesület. Elhunyt Sárospatakváros legidősebb polgára Lauber Józsefné 102 éves korában. A József Falvár Egyesület alapító tagja volt az, aki legtöbbet tudott és tapasztalt József Falva sváb városrész történetéről, szokásairól. Pár napja még a készülő emlékház berendezéséhez ajánlott fel tárgyakat, mert ő volt az 1785-ben betelepülők leghitelesebb emlékezője. Szorgalmával, munkájával megtestesítette azokat az embereket, akik 228 éve lakják és építik ezt a sárospataki városrészt. Az Egyesület közleményében tudatta, megőrzi emlékét és tisztelettel gondol arra a küzdelmes évszázadra, amelyet Lauber néni átélt. Igyekeznek az ő és elődei tudását, gondolatait és tárgyi hagyatékait az utókor számára átörökíteni a tervezett emlékház megnyitásával. A gyászoló családjával együtt érezve búcsúzik tőle Sárospatakváros lakossága nevében a képviselőtestület, valamint a József Falváért Egyesület tagsága. Híradónk végén főbb híreink még egyszer egy-egy mondatban. Csarnok átadással ünnepelték a stratégiai megállapodást a Sátoraljaújhelyi Öntödei Kft. És a magyar kormány között. Bodrog közt felé jó úton elkészült a Vajdácskai út felújítása. Ismét közösen, több százan az adventi gyertyagyújtáson Sárospatakon. Kedves nézőink, Önök a Zemplén Televízió híradóját látták, híreinket újra megtekinthetik a www.zempléntv.hu weboldalon is. Ha kérdésük, véleményük, témajavaslatuk van, írjanak nekünk a zempléntv@zempléntv.hu e-mail címre, vagy hívjanak minket a 322-744-es telefonszámon. Mára köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!